Aztán egyelőre legalábbis anyagi értelemben vesztésre áll az RTL Klub a kormánnyal szemben, mert tegnap elfogadta a parlament a reklámadó új megemelt legfelső kulcsát. A médiavállalat nem hátrál meg, távozni az országból nem szándékozik, jogi úton pedig az Európai Bizottságnál keresi az igazát, egyre kritikusabb hírműsorainak a nézettsége mindeközben egyre nő. Vince Ildikó médiajogász a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket! Hova vezet az út ebből a helyzetből? Ezt most még nem lehet tudni. Amikor először kitalálták a reklámadót, tavaly ugye augusztusban, augusztus 15-én azt hiszem, akkor lépett először hatályba, akkor a legsúlyosabb aggodalom az pontosan amiatt fogalmazódott meg, hogy ez milyen hatása lesz a médiaszabadságra, a szólásszabadságra. Egészen meglepő módon, amire nem nagyon számítottunk, igazából ez egészen jó hatással volt rá. Hogyha az ember megnézi az RTL híradóit most, és mondjuk egy évvel ezelőtt, akkor szembetűnő a különbség, ezt a nézők is észrevették. Csak meddig lehet fenntartani ezt a háborús állapotot a kormányzat meg a legnagyobb kereskedelmi csatorna között? Vannak eszközök a kormány kezében, azzal nem is habozott élni, most például ezzel az adóemeléssel, de vannak eszközök a média kezében is, és ahogy láttuk, ő sem habozott ezt használni. Ez valóban egy háborús állapot, egy darabig még el lehet húzni, és akkor valamikor nyilvánvalóan sor fog kerülni a döntő ütközetre, de lehet, hogy azt nem itt fogják megvívni. Ha nem mondjuk az Európai Bizottság előtt, vagy akár az Európai Bíróságon? Hát először a bizottság előtt nyilvánvalóan. Aztán a bizottság aztán az Európai Bíróságra küldheti az ügyet. Igen. Milyen esélyei van önnek jogi értelemben az RTL-nek arra, hogy ott keresse az igazát? Hát ebben az esély latolgatásban, illetve az esélyek kihasználásában is folyik a háború. Most a legutóbbi a tegnap elfogadott módosítás egy kicsit már reflektál arra az Európai Bírósági ítéletre, amely elmarasztalt egy esetben, alapkezelők esetében elmarasztalta a német államot azért, mert olyan jogszabályt alkalmazott, olyan jogszabályt vezetett be, amely hátrányos helyzetbe hozta a külföldi befektetőket. Azáltal, hogy számukra megnehezítette ugyanazokat a cselekményeket, amit a hazaiaknak ez sikerült. A tegnapi módosítás erre is próbált reflektálni, egy kicsit könnyítette azokat a teendőket, sőt, egyes elemzők szerint a Google és a Facebook hirdetések esetében meg is akadályozta azt, hogy komolyan fel lehessen lépni az onnan hiányzó és nem befolyó reklámadó esetében. De más jogi értelmezések szerint pedig éppen megkönnyítette. Egyébként, amikor nem olyan régen a netadó ügyében Orbán Viktor valahogy úgy fogalmazott a Kossuth Rádióban, hogy a nemzeti konzultáció részeként majd azt is meg kéne beszélni, hogy az interneten keletkező extra profit hogyan maradhat az országban, akkor feltételezem, hogy többek között arra gondolt, hogy valóban reklám jövedelem formájában, legfőképpen a Google meg a Facebook, de más külföldi tulajdonú cégek is rengeteg pénzt visznek kvázi ki, úgyhogy azután semennyi adót nem fizetnek Magyarországon, és ezek a pénzek egyébként mondjuk magyar tartalom előállítók életét sem könnyítik. Most valóban egyfelől született egy olyan döntés, ami azt könnyíti meg, hogy azok, akik például a Google meg a Facebook felületein hirdetnek, azok nem kényszerülnek arra, hogy ezek helyettbe fizessék a reklám adót, mert hogy amennyiben ők igazolni tudják, hogy ők elküldték a levelet a hirdetőnek, hogy az legyen szíves befizetni, akkor már nem lesznek felelősek azért, hogy ez nem történt meg. Nyilván a Google meg a Facebook nem fogja regisztrálni magát a magyar adóhatóságra, és nem fog fizetni. Viszont azt mondják a jogi szakértők, hogy annak következtében, hogy ezeket az igazolásokat meg el fogják küldeni a hirdetők a magyar államigazgatásnak, a hatóságnak, ezért szép, gyors, lassan, sőt nem is olyan lassan, össze fog állni egy adatbázis arról, hogy mekkora pénzek is mennek konkrétan oda, mekkora adó az, amit nem fizetnek meg ezek a nemzetközi cégek, és ebből utána vannak erre példák és nemzetközi jogi lehetőségek, majd különféle egyezmények keretén belül a magyar hatóságok előbb-utóbb fogják érni ezeket a cégeket? Hát ez nem olyan biztos, ez a világgazdaságról beszélünk, és ezek a cégek természetesen adóznak. Azt, hogy nem a magyar államnak, hát így jártunk.
Tehát akkor ő azt gondolja más jogi szakemberekkel ellentétben, hogy ennek az adóbázisnak, ennek az adatbázisnak nem lesz semmi értelme, mert mintha a cél ez lenne. Tehát mi más értelme lenne annak, hogy mindenkinek el kell küldenie, hogy ő milyen hirdetést, milyen értékben rendelt meg mondjuk a Google-tól, hanem az, hogy azt gondolja valahol valaki, hogy ez az információ előbb-utóbb jó fog jönni abban, hogy behajtsák a pénzt. Hát nyilván így gondolja, ez is lehet egy oka neki, azon kívül az adatok begyűjtése az sosem árt egy adóhatóság számára, úgy gondolják, eléggé bürokratikus folyamatban van ez, tehát nem, annyira nagyon nem fogja megkönnyíteni a magyar hirdetőknek az életét, de valamivel tényleg egy kicsit. Azoknak az életét nem, akik külföldi felületeken hirdetnek az interneten, de másoknak meg igen, eddig pont arra panaszkodtak, az jó lesz, hogy hihetetlen adminisztrációs terhe volt ennek, mert minden egyes megrendelés után papírokat kellett küldözgetni. Igen, hogyha egy átgondolatlan jogszabály van, akkor annak a következménye az a toldozás, foldozás és újabb és újabb eszközök kitalálása arra, hogy mégis hogyan hajtsák végre azt a jogszabályt, ami eddig csak nehézséget okozott. Számít további toldozás, foldozásra? Természetesen. Ez a reklámadóról szóló törvény még meg sem jelent, amikor már megmódosították. Még annyit szeretnék elmondani, hogy ez véleményem szerint tényleg nagyon súlyos beavatkozás a médiapiaci viszonyaiba. Azért lássuk tisztán, itt nem arról van szó, hogy egy hirdető cég, amely egyébként amúgy is adózik a bevételei után, nem arról van szó, hanem egy üzleti modellről. A kereskedelmi televíziók alapvetően kétféle üzleti modell szerint dolgoznak. Az egyik az előfizetésekből tartja fönn magát, a másik pedig a reklámból. Na most ezt a reklámot ezt nem arra használják, hogy ebből befolyó pénz zsebre tegyék, nyilván van rajta haszon is, de hát ebből készülnek a filmek, ebből készülnek a sorozatok, ebből készül a híradó is, és így már kicsit lehet érteni. Tehát ennek a hatását meg fogja érezni majd a képernyőn feltétlenül a néző is. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Kérem. Köszönöm, viszontlátásra.